Nagyfakos után található Virághegy régi új ékessége lett a Kőkereszt, amelyre egy helyi birtokos, Mosdosi Szilárd talált rá. Az egész történet egy ilyen jó 3 évvel ezelőtt kezdődött, amikor megvásároltam ezeket a területeket, és ez az útszéli kereszt ugye adott volt, nagyon-nagyon romos állapotban, és egy közös ismerősünkön keresztül egy másfél éve körülbelül sikerült felvenni a kapcsolatot Kálcsis Lászlóval, és akkor indult ennek a keresztnek a felújítása. A helyi gazdák támogatásával Kálcsis László és Szemlics Antal felújította a több mint 200 éves keresztet, amely így megmenekült az enyészettől. Kérünk, áld meg ezt a keresztet, hogy az emberek üdvössége is menedéke legyen. A feszületet dr. Pályi János kiskanizsai plébános szentelte fel. Örülünk neki, hogy nem hagyják a hívek, legalábbis bizonyos hívek úgy pusztulni, indulni ezeket az ősök által állított, megszentelt kereszteket. A fogadalmi kőkeresztek ma már elsősorban mementóként szolgálnak. Egykor azonban, ahogy a korpuszon is olvasható, Isten dicsőségére emeltették.